A Dixit társasjátékot sokan ismerik és szeretik, de ha okosan használjuk, ez sokkal több lehet puszta játéknál. Ezek a kártyák ugyanis egy igazi önismereti utazásra hívhatnak meg minket, mely során jobban megismerhetjük saját erőforrásainkat, de akár félelmeinket is. És hogy mindez hogyan is néz ki a gyakorlatban, arról Geraszkónak Hirne Zsuzsanna pszichológussal beszélgetünk. Szia! Szervusztok! Szia! Én őszinte leszek, én nagyon nagy társasjátékos vagyok, viszont ezt a játékot nem ismerem. Én még soha nem játszottam ezzel. Flóra itt nekem mondta, hogy hát ő nagyon sokszor játszott, ő nagyon szereti. Nálunk zseniális megfejtések szoktak lenni egy baráti társaságon belül, úgyhogy mi nagyon szeretjük. De mégis lehet, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki ezt nem ismeri, hanem hát van olyan néző, aki szintén nem. Ezért egy picit elmondanád, hogy miről szól ez a játék? Jó, ez a játék eredetileg egy asszociációs játék, arról szól, hogy körülbelül 5-6 kártyát kap minden egyes részvevő, és akkor mondjuk az egyik kártyáról mondok valamilyen asszociációt, úgyhogy persze az én kártyámat, amiről mondom az asszociációt, nem mutatom meg először, és csak az ötletemet, ami róla eszembe jutott. És ezt valahogy úgy kell megoldani, és itt van a lényeg, hogy ne mondjak túl egyértelmű dolgot róla, amiről mindenki felismeri, mert akkor nem kapok pontot. Viszont ha túl rejtetten mondom el az asszociációmat, amit ez a kártya kiváltott, akkor ugyancsak nem kapok pontot, mert senki sem fog rájönni, hogy erre a kártyára gondoltam. Tehát igazából ennek a játéknak ez a lényege, az a kis fűszere benne, hogy elég jól kell tudnod úgy kommunikálni, hogy legyen a csoportban, aki megérti, de nem mindenki. Úgyhogy hát ez a zonzásított lényege. Megtetszett. És hogyan épült be mindez a pszichológiába, vagy akár a terápiás folyamatokba? A pszichológiába már nagyon régen beépült, igazából már 10 éve, hogy kikerült a piacra, akkor, hogy felfedezték a pszichológusok, hogy ez használható. Ugyanis a képi világa gyönyörű, rengeteg bonyolult, összetett, kicsit szürreális, kétértelmű kép van benne, és emiatt, hogy kétértelmű, emiatt nagyon jó lehetőséget ad arra, hogy mi projektáljunk, vagyis nem értem, hogy miről szól, ezért a fantáziámmal fogom kitölteni, hogy talán ez erről szól, vagy arról szól, és a fantáziáim meg ugye már nyilván rólam fognak árulkodni, bizonyos tartalmakat, ahogy mondtad, félelmeket, vagy belső előforrásokat feltárnak. Tehát ezért tudja a pszichológia felhasználni, mert hogy rendkívül kétértelmű, sok témát megérintő témakörök vannak a képeken keresztül bemutatva. Ki is választottál pár kártyát ezekből a gyönyörű kártyákból? Mesélnél azokról, hogy éppen mi minden van a kezedben? Igen, igen. Én azt szeretném igazából most itt elmondani, hogy hogyan lehet esetleg oda-haza használni barátoknak, pároknak, akár szülőknek ezeket a kártyákat. Az egyik olyan instrukció, amivel lehet ezt használni, hogy lehet a pároknak esetlegesen a vita kultúráját azáltal fejleszteni, hogy dedikálunk annak egy alkalmat, hogy egy héten egyszer ezzel játszunk. És akkor mondjuk azon a vita kultúrás pillanaton, amikor én szeretném fejleszteni azt, hogy tudok-e konfrontálni, és hogy sikerül ez nekem, akkor válogatok ki kártyákat, amivel megmutatom a pozitív visszajelzéseket a páromnak, mondjuk 3-4-et, és választok ki 2-t, ami egy témát fed le, egy olyan témát, ami engem zavar a párom viselkedésében. Ugye ez már egy nagyon finom rész, hogy a visszajelzés mellett azért nagyon sok pozitívumot szeretünk hallani, és akkor vagyunk képesek befogadni a kritikát. Tehát az, hogy már nem csak a kritikát hozom elő, mint ma esti beszélgetést, hanem sok-sok megerősítést mellé teszek, ez már egy békésebb hangulatot ágyaz meg nekünk, hogy tudjunk a problémáról beszélni. És így szoktak egyébként elcsúszni a legtöbb párkapcsolat, hogy csak a kritika van, és igen, semmi pozitívum nincsen. Igen, tehát ugye erről szól az instrukció első fele, hogy 3 pozitívum mindenképpen legyen, és akkor mondjuk úgy a negyedik téma, ami a konfliktusos, de azt is egy kicsit ilyen művész ilyen, ugyanis az egyikkel kiválasztom mondjuk azt a témát, legyen ez, amikor a férj azt mondja a feleségének, hogy hát kedves feleségem, úgy érzem, hogy a háztartás győzött feletted, nem vagy itt a nyerekben, mert eléggé úszik itt most minden nálunk. De ezt nem csak ezzel az egyszerű egymondattal teszi meg, hanem mindig mellé kellene tegyük, ki lehetne próbálni, lehet, hogy így jobban befogadható ez a kritika, mellé kellene tegyünk egy olyan visszajelzést esetleg, hogy egyébként emögött a viselkedés mögött én azt sejtem, hogy bizonyos fontos dolgok téged vezérelnek. Például az, hogy minden gyereket elvidd a külön órára. És amíg ez a prioritás téged vezényel, igen, mellékesnek tartod, hogy a ház egy kicsit most úszik. Tehát azzal együtt,
hogy elmondtam egy negatívumot, mellé teszem mindig azt a fantáziálást, azt az értelmezést, azt az attribúciót, hogy én emögött azért nagyon fontos pozitív célokat, pozitív szándékokat sejtek meg. És így lehet, hogy nem találtam el, hogy pont emiatt úszik most a lakás, de azért párom látja azt, hogy én próbáltam azon morfondírozni, hogy vajon milyen felmentő körülmények vezetnek ehhez a mulasztáshoz. Nem azon morfondírozok, hogy merte már megint az én bosszantásom érdekében úszni hagyod azt, amit tudod, hogy én mindig hogy. Hanem teszek abba energiát, hogy próbálok mögé gondolni, hogy oké, történt ez a hiba, zűr, de lehetséges, hogy valami pozitív dolog azért az árnyalja az én ítélkező szándékomat. És így például ez a vitakultúra bevezethető a családban, hogy kezdjem az agyamat arra tréningelni, hogy mikor ezt a visszajelzést kétféle kártyával kell megtegyem, tehát egy pozitív és egy negatív kártyával kell megtegyem, akkor már az én agyam kezd arra tréningeződni, hogy keresem a pozitív értelmezéseket a párom viselkedésében, még a negatív viselkedésében is valamilyen pozitív szándékot fel tudok-e lelni. Főleg nekem fontos, nem csak neki, hogy be tudja fogadni a visszajelzést, hanem nekem, hogy erre a gondolati sineket kiépítem. Egy rendszeres ilyen játék erre alkalmas. Például a gyerekeknél ez alkalmazható? Ugyanígy természetesen alkalmazható, igen. Nyilván a gyerekek már nehezebben fognak ilyen visszajelzéseket, ilyen differenciáltan ők megtenni. De ha én, mint szülő szeretnék számára egy jó visszajelzést adni, akkor én ezt már meg tudom tenni, és ő akkor még csak befogadó. Ő neki csak megértenie kell, hogy én adtam sok-sok visszajelzést, és egy olyan kérésként megfogalmazott, fejlesztendő területre rámutatok, ami mellé még külön oda tettem azt, hogy egyébként szerintem lehet, hogy téged ez vagy az a jó cél vezérelt, miközben ez a mulasztás megtörtént. Szóval befogadni mindenképp tudják a gyerekek, és ez nekik teljesen más hatású. Nem olyan, mintha egy tekintély, egy autoritás számon kérne és büntetne. Persze. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Nekem megjött a kedvem. Én pedig egy új oldalát ismertem meg ennek a játéknak, hogy mi minden egyéb információt is tudunk még nyerni belőle. Köszönjük szépen.